Dr. Pintér Zoltán Árpáddal, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium pedagógusával, történésszel arról beszélgettünk, hogy milyen szerepet vállalt a Kun Szövetség helytörténeti pályázatában, illetve mit lehet tudni a pályázatról, milyen esemény képezi annak hátterét. Mindenkori tanítványaimmal hosszú évek óta lelkesen veszünk részt a tanulmányi versenyeken, pályázatokon. A tanári hivatás egyik legnagyobb öröme a tehetséggondozás. Nálunk a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban az általános törekvés tisztelt kollégáimmal időt, energiát nem kímélve fejlesztjük diákjaink verbális készségeit, szoktatjuk hozzá őket a versenyszituációkhoz, a céltudatos mentalitáshoz. Nyilatkozta televíziónknak dr. Pintér Zoltán Árpád. Nyilván emellett van egy többlet, én például történelemtanárként meggyőződésesen hiszem, hogy minden egyes tanítványommal meg kell szeretetni saját otthon a szűke pátriája múltját, gyakorlatilag ilyen élménypedagógiával, tehát ilyen élményszerűen, kalandszerűen meg kell velük ismertetni annak a településnek, annak a tájegységnek, annak a kultúrtájnak a történetét, hagyományait, eredményeit, amelyekben gyökerezik ugye a mai örökségünk. Nyilvánvalóan azt kell, hogy mondjam, hogy ez a törekvés, ez tágabb értelemben igaz az egész pedagógus társadalomra, és ha Karcagot vesszük alapul, akkor azért legyünk őszinték, Karcag remek pedagógus karral van ellátva, az óvodák, bölcsödék, az általános iskolák és a középiskolákban is minden egyes tanárkollégám, minden pedagógus arra törekszik, hogy igenis bekösse, befűzze ezen gyerekek gondolkodását a múlt ismeretébe, a hagyományaink tiszteletébe és azon szellemiségbe, amit mi tulajdonképpen ilyen nagykun örökségként tisztelünk. Én úgy látom, hogy nagyon fontos az, annak a megismertetése, megértetése a gyerekekkel, hogy igenis azért vagyunk ezen a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hogyha ezt elsajátítják, akkor az egy, úgy gondolom, hogy egy remek többlet az iskolai örökség mellett. És tulajdonképpen a Kun Szövetség is, amelynek, ha én belegondolok, minden évben eddig, amikor bármilyen pályázata versenye volt, akkor mindig elindultunk rajta a versenyzőimmel. Valószínűleg tudja ezt, hiszen talán ennek az elismerése az, hogy ebben az évben felkértek gyakorlatilag arra a feladatra, arra a célkitűzésre, hogy szakértsek, próbáljam egy picit megtámogatni szakmai oldalról, történelmi oldalról az aktuális pályázatukat, ami egyébként számomra kimondottan megtisztelő, és úgy gondolom, hogy az eddigi eredményeink, a diákokkal elért eddigi eredményeknek valamilyen fajta elismerése. Ebben a tanévben, ebben a 2020-21-es tanévben, ami éppen elkezdődött, a Kun Szövetség célja az idén 275 éves évfordulóra visszatekintő redemció, tehát a Jászkun kerületek megváltásának történetét feldolgozni, gyakorlatilag egy emlékpályázatot kiírni a témakörre. Fantasztikus címmel egyébként, nagyon-nagyon sokat mondó, nagyon sok dimenzió, tehát nagyon-nagyon gazdag kultúrtörténeti címmel. A pályázat címe Édes Hazánk, Arany Szabadságunk. Maga a pályázat az tulajdonképpen ebben az évben a Kis- és Nagykunság településeit, az ott tanuló középiskolásokat célozza. Tulajdonképpen a gimnáziumok, szakgimnáziumok, újabban technikumok 9-12. Évfolyamos diákjai számára lett kiírva a pályázat, de ahogy egyébként a pályázatkiírás is hangzik, valóban aranyszabadságot fognak élvezni a pályázók. A szokásos keretektől egy picit elrugaszkodva, attól egy picit eltérően nagyon nagy szabadságot élveznek például a megvalósíthatóság terén, ugyanis terveink szerint nem csak a hagyományos írásban benyújtott pályaműveket kívánjuk elbírálni, hanem velük paritásos, egyenlőségi elven ugyanolyan szívesen fogadunk például videópályázatokat vagy különböző prezentációkat, és maga a kivitelezés terén is aranyszabadságot kívánunk biztosítani a pályázóknak, hiszen célunk az lenne, hogy ne csak a hagyományos, tudományos igényű írásokat alkossák meg, bár nagyon örülünk ezeknek, hiszen mindig nagyon fontos a fiatal kutatók időben való felkarolása, felfedezése, de lehetnek akár személyes hangvételű, úgymond tanúságtételek arról, hogy a pályázó számára, esetleg családja, közössége, települése számára mit mond a redemció, milyen hagyományai öröksége maradt meg ugye a Jászkun önmegváltás egyébként fantasztikus élményének, de egyébként mivel a mai tizenévesek elképesztően ügyesek például a videószerkesztésben, én nagyon szívesen látnám a pályázati anyagok között az olyan művészi igényű, művészi koncepciót tükröző videókat, amelyek például
különböző effektekkel, izgalmas vágásokkal, vagy esetleg hozzáillő aláfestő zenével emeli ki a redemcióhoz való személyes vagy kollektív viszonyt. Továbbiakban szólt arról is, hogy több ötlet, elképzelés is van a tarsójában, amelyeket összefoglalva ifjúságpolitikai célkitűzésként jellemezhetné. A tehetséges fiatalok karcagi életkezdését segíteni elő. Nagyon jellemző jelenség az Kelet-Magyarországon, és nyilvánvalóan egy gazdasági okból fakadó jelenség, hogy a kis településekről a tehetséges fiatalok ugye zömében kiáramlanak, és máshol kezdenek fiatal felnőtt életet. Nyilvánvalóan a gazdasági tényezőkkel nehéz szembe menni, de ha én egy tanárember vagyok, akkor tanáremberként úgy gondolom, hogy elemi kötelességem az, hogy például a tanóráimon megszerettessem a lakóhely, a térség történetét a diáksággal, és ettől egy picit még elrugaszkodva én már évek óta érzem magamban a késztetést arra vonatkozóan, hogy egy picit többet is tehetnék ezért. Évek óta mozgolódik bennem az, hogy olyan ifjúságpolitikai törekvéseket, lépéseket lehetne Karcagon foganatosítani, amelyekkel talán elősegíthetnénk azt, hogy a pályakezdő már mondjuk egyetemet, szakmát, egyetemi végzettséget, szakmát szerzett fiatalok úgy gondolják, hogy az ő életívük az beindulhatna Karcagon, vagy annak szűkebb táji környezetében. Nyilvánvalóan ez már nem tanárszerephez kötődik. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az én életemben hamarosan, itt szeptember hónap végén tulajdonképpen adódik egy lehetőség, hogyha a választók úgy gondolják, akkor egy időközi választással beleszólhassak a város életének alakulásába. Meglátjuk, hogy hogyan nyilvánul meg a választói akarat. Minden esetre én a szándékomat fenntartom, és az elköteleződésem megvan ahhoz, hogy tehessek és dolgozhassak akár a karcagi fiatalokért és tágabb értelemben a város közösségért. Ha úgy alakul a közeljövő, ha a választói akarat jóvoltából felhatalmazást nyer a város életének formálására, reményei szerint ezek egy részét a gyakorlatban is átültetheti majd.